Országosan 26 ezeren hiányoznak az egészségügyi rendszerből, akik pedig dolgoznak, a munkaidejük nagyon-nagyon túlterhelt. A bérrendezésen kívül a szakképzést is támogatni kellene, tájékoztatott a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a múlt héten. Az egészségügyi dolgozók elvándorlására nincs megoldás, továbbra is alacsony a létszám. Kevés a fizetés, sok helyen nehéz munkakörülmények között túlterhelten dolgoznak. Korábban voltak törekvések arra, hogy megállapítsák azt a munkamennyiséget, ami még elbírható számukra, de a hiányzó létszámot más osztályokon pótolni kell. A szakdolgozók munkájára több területen is, az alapellátásban és a kórházi gyógyításban is szükség van. A keleti régiókban még ha nehezen is, de megoldják az osztályos ápolók létszámgondjait. Éppen, hogy van annyi ápolónk, amivel el tudjuk látni a munkánkat. Nagyon jó lenne sokkal több ápoló közvetlenül a betegágy mellé, de számos egyéb szakdolgozóból is olyan feszesen állunk, hogy csak nagyon nehezen tudjuk a szükséges feladatunkat ellátni, ilyen például a műtősnő, ilyen például az anesteziológiai asszisztens. Tehát vannak olyan speciális szakterületek, amik különösen érintettek ebben a problémában. Bár több ízben volt bérkompenzáció az egészségügyben, de az ápolók, a szakdolgozók úgy érzik, 2015-ben kimaradtak a bérrendezésből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház egy úgynevezett ösztönző rendszerrel próbál segíteni. Fél évente egy egész intézményre kiterjedő teljesítményértékelést végzünk, és az itt legjobban szereplő kollégáknak a következő fél évre havi rendszeres juttatást tudunk biztosítani. A szakdolgozói kamara az új államtitkárral egyeztet a szakterületről való elvándorlás megakadályozása érdekében. A bérjavítás az egy másik kapcsolatos kérdés ahhoz, hogy a szakdolgozókat megtartsák, de másik probléma még az is, hogy maga a képzés sem ad ki elegendő szakdolgozót, tehát a képzést kell támogatni. Ezt államtitkár is nagyon jól látja. Megváltozik a szakképzés, illetve a benne tanulóknak ösztöndíj rendszert fognak bevezetni, hogy még utána is itt maradjanak a magyar egészségügyben. Idén szeptembertől megnyílt egy 2,5 milliárd forintos program. Az országos képzési jegyzék szerinti végzettség megszerzésében támogattak mintegy 1000 ápolót. Az ápoló tanulóknak pedig elindult egy ösztöndíjrendszer, amelyre 5 éven át évente 2 milliárd forintot fordítanak.